Sziasztok, én Elma vagyok, és ez itt a FIFA 17 Ultimate Team sorozatom következő része. Itt vagyunk egy újabb Ultimate Team videóban. Ez azért van, mivel már utár áprilisban volt, és az meg nagyon régen volt már április. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most már ideje új részt csinálni. És nézzetek az új csapatomat. Bum! Srácok! Nézzetek már rá! Nézzetek rá! Szerintem ez nagyon jó kis csapat. Cserapad is. Milyen jó. Szerintem Erről nem kell semmit sem mondani. Hetedik osztályban vagyunk, 9 ponttal, még van meccsünk hátra. Ebben a videóban egyértelműen az a cél, amúgy 8. osztályban vagyunk, ebben a videóban egyértelműen az a cél, hogy 7. osztályba jussunk. Három meccset játszunk szokás szerint, majd nem mutatom, miket vettem még. A játékoson kívül persze. Nézzétek, srácok, én vagyok a jobboldali. Ez a két mezem van. A Juventus harmadik meze, illetve a PSG otthoni meze. Ez azért van, mert untam már a Barsanest-t. fan vagyok, de untam a barsanest ezt, És ez egy, hát valamilyen szinten hibrid csapat. Elég szépen van összerakva. starridge az azért ott jó kis támadó, meg le lekezett is. Szóval ez jó kis csapat, de lekéne verni. Az biztos. Szóval az új mezek azért vannak, mivel még mindig a Barcelona a kedvenc csapatom, de már uh, valamennyire untam, hogy csak Barcelona mezek vannak a csapatomban. Emiatt úgy döntöttem, hogy, uh, hogy most már bizony váltok egyet, és ezt én ma vettem meg egyébként. Úgy döntöttem, hogy váltok egyet, és akkor már ilyen, két ezt veszek. mert jól néznek ki szerintem mindkettő. Úgyhogy, úgyhogy azért ilyen mezekben tök jó lesz játszani szerintem már. Minden meg fog nyerni. Csak azért lesz jó. Mert, mert, mert ebbe a mezbe játszunk, és emiatt lesz jó a. Já játé a játékomnak ki tudtam mondani. Egyébként biztos bennetek maradhat az a kérdés, hogy ö, ugye mi van a régi laligás csapattal, amivel ugye három vagy négy részen keresztül mentem, hogy azzal mi van? Hát eladtam azt a csapatot, az egészet, az összes játékost, és abból a pénzből vettem meg ezt az összes játékos szinte szinte, azért mondtam, hogy szinte, mert nem az összeset, de hogy a legtöbbet ebből vettem meg. Gyönyörű indítás, srácok, szép ívelés lett volna, de így. Ha hosszú volt, hosszú volt, hosszú volt, az a baj. Az pilikó olytanál újra a labda. Gyönyörűen Rúninak. Na már, mi? Mi csinálod ezt? Nem kéne ilyet csinálnod, Dembeli. hát a barszás. Dembeli megállíthatatlan, megállíthatatlan. Megállíthatatlan. Azt hiszem jól mondtam ki. Nem biztos. Lehet, hogy nem így kell mondani, de én most így mondtam, megállíthatatlan. Na, így kell mondani, na, rájöttem már. Túl jó vagyok, rájöttem, hogy ki kimondja, hogy megállíthatatlan. Nézzük, Róni! Ott van! Mi? Mi? Nehehe! Ne, ne mi el! Nem, ne, ezt még mindig ott járok. Nem már, de akkor... Jézusom! Ennek falába van ennek a vén ember, nekem esküszön, hallod? Le kéne cserélni. hogy be bent! É, jó. De, amúgy ma vettem meg Rúnit, szóval nem volt meg, és egyébként jó is, hogy megvettem, mert jobb, mint Szigurcon. Szép, szép, szép védés, szép védés. Bárki megkérdezi, ez mi volt a székkel hátra billent egy picit, de direkt, nem nő nehogy azt higgyétek, hogy hátra fogok esni itt a videó végére. Oké, okay. na, szépen kiütötte a kapusunk, és koszta meg szépen nevezítette. És ez nem szép. Henderson, nézzetek oda! Felső léc! Na ne, na ne, 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 ne. Esküszöm kéne kapuf a kapufa mert már azért nem olyan sok, de van miből állítani. Ne ne oda! Te! Idióta! ne, az gól! Kapufa! De most már kezdte! Nem csak én, végre nem, 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 egyedül vagyok, aki, aki lövi a kapufákat ezen a meccsen. Végre jött egy társam is, az ellenfél is elkezdett kapufákat gyártani. Már mi nem gyártja a kapufákat ott a gyártósoron, hanem a kapufára lövi a labdát. Mekkora volt, srácok? Hát, indulatunk is belőle. Fogunk is. Elmondom, hogy ezt most beváltjuk gor. De akkorára, hogy srácok el nem tudjátok hinni, akkora gól lesz. Ne! Hát, az egy nem lesz gól. Srácok, nem vagyok boldog. Egyébként most a tapas. tapat, a tapat teljesítménye. Telj 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 most a csapat teljesítménye a mínusz egyel köbbe egyenlő ilyen csapattal már illene rég vezetni. Mert neki nincs is special, special játékosa. De nekem se ilyen... Profi... Special... Játékosaim vannak. De nekem meg nincs is, és ez egy gyönyörű mellélövés. <laughs> Lásd, láttátok rá, itt a saját csapatása hátára. Ez, ez nagyon menő volt. Szóval 0-0. Ugye a van a FIFA 17-nek egy olyan bugja, hogy ha kezdőrugásból indulsz, akkor uh, nagyobb esélyed van gólt lenni, viszont most nem sikerült. Tehát nem mindig van ilyen, de azért néha, 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 néha sikerült már. Elég sokszor, na, hagyjuk azt, hogy néha. Szinte mindig bemegy, úgyhogy uh, most Kivételes alkalom volt. Jézusom! Benne menjen! Ne! Oké, okay. tehát egy, uraltuk az egész meccset, és egy ilyen... ronda gólból Vezető ellenfelünk, oké. Okay. Akkor most már szerintem elkezdek játszani, mert addig csak a kontrollert fogdostam. És srácok nagyon jól tud támadni, és az általában az ilyen neket, ilyeneket beszokták lőni, és szű. És oké. Okay. Tehát most már így ö, elkezdett megalázni. Oké, egy jó kis meg még a végére! Ez az! Most már négy óra kapunk ki. Az, azért ez nem semmi. Ez Sveti. Ez Sveti nem tud más. Ez olyan érdekes. Ez ballábas szabadrugás lenne. Igazából. A jó. Megnézzük Rúni valaki jobb Kapura ment és még el. Fogta. Aztán jó. És ez, ez a videó ennyi lett volna. Mi? Ez a videó nem lenne ennyi. Szóval 3-0-ra az első meccsünket. Az ellenfél csapata... Kovice. Reméljük, hogy ez nem zsetoncsaló. És hogyha ezzel a csapattal áll ki előnünk, az jó. Az előbb a Juventusra játszottunk, most a PSG-vel. Hát, megnézzük, hogy ebben jók vagyunk-e. Ugye ez a PSG tavalyi meze, mert azóta már új szezon van. Most afkol? Aha. Egy szabálytalan vagyok. Ne, ezt most meg kell várni. És azt szeretem, hogy amikor esetleg az ellenfél végig afkolja az egész meccset, akkor meg kell várni, és végig kell játszani az egészet. Attól, hogy ő afkol. Ne, ne. De ha már afkol, kéne ott lőni. Jó kis szvetit. Jó, ott van az első. De reméljük még lesz több is, és viszont ezt végig kell játszanunk az egész meccset. Jött már be! Azaz! Kettő nul. Olyan érdekes, miért is vezetem? Nem értem. Nem értem, hogy miért tudok ilyen hamar két gólt Hát... Érthetetlen. Mustafi. közép Belső védő. Kinek hogy tetszik, megszerzik 2 0 a vezetést. És elkezdett játszani, srácok. Történelmi pillanat kezdődött el az AFK játékosunk elkezdett játszani. Na most már megint nincs kedve játszani. Nekem viszont van, ezért csinálom ezt a videót. Úgyhogy róni egy harmadik gól, srácok, ez szép volt. Ott a nejjadék, Kapufa! És ott van az ötödik! Ott van, ott van! Ledebeljük, ledebeljük! Kosta! Bum! Mi van? Bum, bum, bum! Hatodik! Zack. Mi van? 7. Runi, ta. És jön a 8. Kosta eddig Gólya. Igen. Jó, van, hagyjuk be. Na, akkor Kosta 5. Gólya. És. <laughs> Ott van az 5. Gólya, srácok. Egy gól kell, és 10-0. És ezt az arcsat megnyertük 9-9-0-ra. Kilenc. Kilenc Adtam ezeknek a mesterembereknek egy fitness és akkor nézzük a csapatot. És az ellenfél csapata nem más, mint egy uh, szérű a csapat, Dybala, Quadrado, Pjanic, Insigne? Nem, nem, nem. Hogy hívják azt? Honda is ott van, nem, Honda nincs ott. És a balát véd ki. Alexandru, az az. Na, de. Szóval nem emlékszem olyan a nevekre, de, de jó nevek vannak benne, Dybala a legnagyobb. Ja, Mertens, Azaz. Tudtam, hogy valami M, azt itt. Martínez ezt akartam mondani. Mertens. Ez nem jutott eszembe. Mertens a bal szélsője. Aki egyébként jobb szélső. Srácok! Ó, oh, az igen! Az szép volt. Na ne! Ne, 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 ne! Dibalál, éjci, ne! Ne csinálj Oké, okay, ügyes vagy, de mégse! Srácok! Az undorító volt! Úgy, vezess bele! Vezess csak bele. Most mondjátok azt, hogy a szabálytalan volt. Szerintem nem. Szerintem nem volt az. Hagyjuk. Ezt a támadást nagyon szépen építjük eddig. Ezért mondtam, hogy eddig már nem biztos még, hogy ilyen marad. Hát ez így is van. De nem marad így. Ok. És ott a harmadik. Az igen. Az szépen mellé lőtt. Csak nem tudom, tudok. Na mindegy, hagyjuk. Most mondod, hogy ez nem les. hol szóval nem volt les már, nem ezért? Na mindegy, sikert kivédeni. És, és odaadjuk, hogy támadjon csak tovább. Oké. Okay. Ó, nem oké, okay, de mindegy. Valakit indítsunk már. Például az ellenfelet, az is egy jó ötlet, csak uh, nem a legjobb. Tizi vagy szabad? Mondod, hogy frékik, nem már. Miért nem tizi? Miért nem beljebb rúgtál föl? De már igazságtalan vagy. Ez így nem olyan jó. Oké, hogy simán be lehet rúgni ezt is, csak nehezebb ne sokkal. És elmegy a sorfal mellett, srácok, Koszta! Beadás! Ah! Ne őrics már meg, hogy te vagy ilyen szerencsétlen, és, és behassalsz a labda elé, és mellé fejel. Harry Kín. És rácsok fődőben 2-0, természetesen ugye nem nekem, hanem az ellenfélnek, de mindegy, játsszuk le a második félőt, még van esélyünk behozni. Az jó nagy hiba volt. De szerencsére... Srácok, innentől nem lesz facetszom. Bocsi, betelt a tárhely. Nem lesz facetszom. Kicsit érdekes így. Ö, de most komolyan esküszöm. Nem, nem tudom. Többet, többet. Nem tudok többet felvenni. Viszont trónit szépen tudjuk indítani. Egy szépítőgól. Ez ocsmány. Mi van? Ez túl Piros! 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 Mi van? Piros lap! Alexandro, mi van? Beégte! És ne sírjál. Na rip Ej, hey, kapufa! Kapufa! Nem izem el. Ö, most megérdemelnénk pár gólt, ha lőnénk. Ott az első! Oké, okay, mi van? Első! Még van időnk, még van idő. Még hármat rúgunk és meg is van vezetés. Még van idő. Szóval, ha akarjuk, még... Még be lehet hozni viszont az nem akarni kell, és tudni is. Kén! Na ne! Na ne! Srácok! Ezt elvezítettük! Viszont ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett nektek. Egyet nyertünk, kettőt veszítettünk. Ha tetszett, lájkoljatok és iratkozzatok fel a csatornámra. Én nem voltam, köszönöm szépen, hogy velem találkozunk legközelebb is. Sziasztok!